A műsorszám támogatója a CCC. Köszönet a helyszínért, a Mystery Hotel Budapestnek. 2003-ban voltál, Henit, egy ilyen kis remegőlábú csantavéri kislány, aki felállt a megasztárnak a színpadára. Aztán ugye hosszú-hosszú éveken keresztül az igazi vadócrokker Csajszinak az imázsát hoztad, és az utóbbi két-három évben a média perszónád ilyen egészen megosztó, karakteres, odamondó csaj lett. És nagyon-nagyon sok minden történt veled az elmúlt egy évben, és arra lennék kíváncsi, hogy ezek a az indulatok, amik így belőled kijöttek, akár a közösségi oldaladon keresztül, vagy, vagy, vagy mondjuk a nyerőpárosban, azok tudatos ö, indulatok voltak, ö, médiafogások voltak, vagy egyszerűen csak nem gondolkodtál, és jött és kiírtad. Csak hogyha valaki nem tudja, volt ugye a Norbi szösszenet, amikor ugye rá, ráfeküdtél erre, a egyetértek Norbival, nem értek egyet Norbival, ugye a döngölő léptek ö, sztori. Ott a nyerőpárosban is nagyon bekostoltak titeket, aztán most kitettél egy képet a, a szülői, nem a honnan a, a nőgyógyászati városszobából, akkor ott is megtaláltak, mert azt írtad, hogy milyen rossz azoknak, akik egyedül mennek, és de jó, hogy te a pároddal vagy, akkor ebben is fogást találtak. Ez, vajon ez miért van, hogy mostanában téged biztos, hogy elővesznek bármit csinálsz? Pedig hát egy kismama vagyok, akit nem szoktak bántani. Igen, hát egyébként bárki, aki most azt várja, hogy azt mondom, hogy hát ezt nem gondoltam át, vagy nem tudom, abszolút tudatos volt, de nem tehát minden részébe bele lehet gondolni, meg látni olyat, ami, ami nem úgy történt. Tehát a mai napig azt mondom, hogy akkor, akkor megy, haladjunk sorba. Ez a vadóc énem, vagy ez a megosztó énem, ez, ez mindig is bennem volt, és szerintem azért mert, vagy tud lecsapódni ennyire most már, mert nagyon-nagyon mert sok mindent, egyedül küzdve, egyedül értem el, senki nem tudott mellettem állni, és ugye nyilván egy vajdasági lányként, egy idegen ország, szám addig idegen országban, egy idegen terepen, egy idegen fővárosban, nulláról elérni, így éreztem, hogy ez így nagyon-nagyon nehéz menet lesz, mert apukám majd volt mindig a legnagyobb harc, ő nem akart, hogy énekesnő legyek. Igen. És ugye az a legnehezebb harc az belém építette azt, hogy hát ha apuval képes voltam megküzdeni az álmaimért, és most már jó maradt a viszonyunk, akkor, akkor miért nem merjen vállalni a véleményemet, hogyha van. És uh, én nem voltam egyébként ekkora nagy véleményhuszár, csak ez valamiért így jött, de nem... De ne, ne, a, a véleménye mm. legyen az embernek. Én még véletlenül Igen. is a számon kérni akartak. Csak olyan embert hívok meg, annak nem, nem van véleménye. Nem. Egyébként nem az emberek pedig most azt, hogy kitalálják, hogy mindennel belém kötnek, Szerintem az meg az ő dolguk most valami miatt egyébként, ez a rész így fel van kapva. Ez egyébként nagyon jól bírod, azt kell, hogy mondjam. Nem is nagyon moderálsz az oldaladon. Azt látom, hogy, hogy ott hagyod simán hát azokat moderálni. a kommenteket, amik ilyen nagyon bántóak, nagyon sértőek. A nagyon-nagyon sértőeket attól függ, hogy milyen napon van. Nyilván, amikor a babámat bántják, családomat, anyukámat, páromat, tehát hogy nyilván a közeli hozzátartozókat, az nagyon tud fájni, nekem is ember vagyok. De amikor kritikát fogalmaznak meg, vagy elmondják, hogy engem azért utálnak, mert nem tudom, ilyen vagy olyan vagyok, az nem zavar. Ha nem érti meg, nem fogom magyarázni. Tehát én úgy gondolom, hogy le van írva a posztban, ott is, tehát én azért mindig így ki tudok állni bármikor. Amikor a rendelőben voltunk például a kergőbe, akkor csupán azon kezdtem el ábrándozni, nyilván letoljom, hogy aki ott ül, az most épp egyedülálló -e, vagy férjezette, vagy franc se tudja, mi van vele. Nyilván nem ez volt a lényeg, hanem láttam, hogy egyedül ül ott. Nem arra gondoltam, hogy egyedülálló, hanem meg kapcsán eszembe jutott, tehát itt az ember tud gondolkodni, eszembe jutott, hogy azért nagyon-nagyon sok nő nagyon bátran bevállalja azt, hogy egyedül vállal a gyereket. És egyébként óriási nagy elismerés és tisztelet annak, aki az akaratán kívül úgy jár, hogy egyedülálló anyukaként kell nevelni a gyermekét, mert nagyon sok ilyen van. És ja, meg tudja csinálni, mert képesek vagyunk rá mi nők, meg nagyon erősek vagyunk mi nők, meg mindent meg tudunk oldani, de ez a mindenáron legyünk amazonok, pedig te egyébként nekem egy kicsit ilyen vagy, nagyon sok interjút meghallgattam veled, és ez a kemény vagyok, pasis vagyok, ö, ö, letolyok mindent karakter, ez ez 17 évre visszamenőleg ott van, még a remegő lábú csantavéri kislányban is. Nyilván ezt sokszor elmondtad, hogy ez ugye az apukádnak való megfelelés miatt is van, meg amiatt, hogy a ti családotokban Igen. nagyon erős volt a hierarhia, és, és sajnos ott azt kommunikálták neked, hogy a nő helye az itt és ott van, és egyébként Pontosan. máshol nem. És a férfi az ember, a nő az, a lány. <gül> 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 Tehát abszolút, és, és igazad is van, és végig amazonként kellett küzdenem, hogy egyáltalán, hát ez furcsán hangzik, de hogy egyáltalán bármit fel tudjak mutatni önerőből, és elismerjék, vagy saját magamnak bebizonyítsam, hogy én érek annyit, mint egy ember. Eljátszom a gondolattal, hogy a mostani a jeleneddel, a mostani tudásoddal, érzéseiddel, így mondjuk így leültök egy húsleves mellé, és elkezdtek arról beszélgetni, hogy te apod, te szerinted még biztosan jól gondoltad te, amikor azt mondtad, hogy, hogy a nő helye a konyhában van, és, és nézd már meg, hogy Ilyet Akkorabban apukámnak mi, mi ki? a mai napig sem lehet egyébként Mert ő még felhozni. mindig ezt gondolja? Hát, ne? De akkor te egy fekete bárány vagy az ő szemében, hiszen önálló kereseted van, önálló véleményed van, egyenrangú félként vagy benne egy párkapcsolatban. De az ő lánya vagyok. És, és ez egy furcsa kis ambivalens érzést kelt apukámban, hiszen ő fiút szeretett volna, és valójában megkapta mindazt, amire vágyott nőben. És az első szülött lányaként ő iszonyatosan büszke rám, most már mondani nem mondja, de érezteti velem. Tehát, hogy a fekete bárányból egy ilyen, nem is tudom, ilyen nagyon nagy szerelem maradt a lánya felé. Tehát mi mi nem konfrontálódunk, ő nagyon elismer engem, de érzem rajta is, hogy, hogy ő szerintem ezt, megbeszélés nélkül is így lassan a helyére teszi. Mit képzelsz el, hogyha, ha nem a, nem a színpadot feltétlenül elsősorban a következő 10-20 évre? Van egy alapítvány, amivel most már egy másfél éve aktívan tevékenykedem, ez is nagyon régóta érlelődött bennem gondolati síkon, hogy én nagyon szívesen, ugye nagyon sokszor, hosszú éveken keresztül magánének órákat is adtam már gyerkőcöknek, elkezdtem tanítani éneket, ami aztán abba maradt, nyilván a nagyon-nagyon sűrű időbeosztásom miatt, valamit le kellett tenni, de az így mindig bennem maradt, hogy, hogy én, én szeretem átadni azt, amit amit más fiatal esetleg tudna hasznosítani abból a tudásból, amit én megtapasztaltam az évek során. Ének tanár leszel, aki mindeközben korcsolja is a gyerekeket, tehát valami ilyesmit képzelsz el magad? Igen, már. ez az ének tanárság, ez át, átcsapott uh, egyfajta ilyen mentor szerepbe, mint alapítványi tulajdonos, vagy főkurátor, vagy nagyköveti pozícióban. Fiatal tehetségeket keresek, kutatok az országon innen és túli területekről, akik be uh, látom azt a tüzet, ambíciót, tehetséget, ami annó bennem is megvolt, viszont a körülmények nem engedik, nem engedik meg, hogy ő, ő, labdába tudjon rúgni. És a lehetőséget próbálom nekik megadni. Arra, amit én is megkaptam annak idején a Megasztárban. De azért azt az életszínvonalat, amit most fenntartasz a koncertekből, azt ebből nem fogod tudni fenntartani. Ezzel is számoltál? Abszolút nem számoltam ezzel, mert nincs bennem ilyen félelem. Nagyjából ugyanarra a napra vagyunk írva, csak én ugye egy évvel korábban, és én a Covid-1 alatt voltam pont ugye ebben a helyzetben, mint amiben te most vagy. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nekem egyébként tök nagy megnyugvás volt az, azon túl, hogy halára paráztam magamat a Covid-tól, meg úristen, Igen. mi lesz, meg hogy szülünk, meg nem tudom, hogy, hogy szanából, Isten igazából nem volt ilyen érzésem, hogy kimaradok valamiből, úgyhogy szerintem most szülni, egyébként... Öröm az ürömben. Öröm az örömben, régió. mert hogy mindenki ott van körülötted gyakorlatilag, senki nem rohan, senki nem hagyja, mert ott már nincsen, Igen. Hanem, hanem egyébként... Egyébként nagyon-nagyon mondtál, mert végig gondolva sokszor így eszembe is jut, hogy hát persze, tök könnyen beszélek most, amikor életem legboldogabb pillanatát élem meg, nem sokára megszületik a kisfiam, és nagyon boldog vagyok, és de ha nem így történne, és most nem lennék terhes, és ugyanígy pandémia lenne... Na akkor kíváncsi lennék, hogy, hogy ülnék itt, és mennyire tudnám magamat nyugodtnak mondani, és mennyire tudnék ilyen nagy mondatokkal felengzősen arról Ugye? beszélni, hogy hát igen, most ez így nagyon jó, ki kell tartani, és hogy én így nagyon nyugodt vagyok, nekem jó, tett. Igen, ezt elismerem, hogy nekem tényleg lehetőleg jobbkor érkezett ez az egész, saját magamnak is. És egyébként arra is gondoltam, hogy ha nincs pandémia, de ugyanúgy babát várok, és közben látom, hogy pörög az élet és a világ magam körül, és látom a kollégákat, hogy úristen, ugyanúgy megy, és dolgozik, és már megint úgy, de akkor is kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tudom leküzdeni magamban azt, Igen. hogy ne zizeg, pihi van, most valamit valamiért. Tehát, hogy nekem, nekem tényleg jókor jött, mert egyébként ott lehet, hogy lettek volna saját magammal ismét harcaim. Enni, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, Csilla.